az ugye ott azért a kicsi. Folyamatos az érdeklődés az ingatlan értékesítőnél. Már most évelején több új lakást kínálnak az ügyfeleknek, készen vannak a legújabb tervek is. Ezek jelentős része garzon vagy kisebb méretű kiadásra szánt ingatlan. A befektetők mellett a családi adókedvezménynek köszönhetően a fiatalok részéről is nagy a kereslet. Minden szegmens mozog, ugyanúgy, ahogy az új építéspörög, ez húzza magával a használt ingatlanoknak a piacát is. Ugye, hát aki újat vesz, ott sok esetben felszabadul egy használt ingatlan, és arra is találunk vevőt. Az esetek nagy többségében rövid időn belül. A hirtelen megnőtt kereslet és a dráguló alapanyagok miatt azonban jelentősen megemelkedtek az ingatlan árak. Szombathelyen 70-80%-kal többe kerül egy négyzetméter, mint 2008-ban. Ráadásul a szakember hiány is nehezíti a helyzetet. Egyszer a családi házas, társasházépítés ugye felszívja az építőiparnak a nagy részét hozzá, ugye a nagy munkák, tehát ezek az uniós munkák, és ez most valami olyan problémákat eredményez, hogy egyszerűen nincs szakember. Illetve aki szakember van, azok közel-ausztriai fizetésért fognak elmenni dolgozni. 2017-ben országos szinten mintegy 30%-kal nőtt az építőipar teljesítménye. A lendület várhatóan egy-két évig eltart még. Szombathelyen jelenleg is több társasház vár megvalósításra a tervező asztalokon.